estét kívánok, kedves nézőink! Műsorunkban folytatjuk az önkormányzati munkával kapcsolatos sorozatunkat. Mai témánk az egészségügy és a szociálpolitika, vendégünk pedig Tóth Attila önkormányzati képviselő, aki az önkormányzat szakmai bizottságának elnöke. Köszöntöm elnök úr a Köszöntöm én is önt is és a kedves tévénézőket. Elnök úr, az elmúlt egy év és a jelen tapasztalatait tekintve, mit mondható-e, hogyan alakult városunkban a hátrányos helyzetű segélyekre, támogatásra szoruló száma aránya, mennyire jellemző az elszegényedés folytatódása, vagy visszaszorul-te? Az elszegényedést kicsit erős kifejezésnek érzem, de sajnos el kell mondani, hogy a segélyezettek száma városunkban is nőtt tehát akkor volt bőven feladata a bizottságnak az eltelt időszakban is. Mi jellemző elsősorban gyermekes családok, nagy családosok folyamodnak támogatásért, vagy idős beteg emberekre jellemző inkább, hogyha megnézzük az arányokat? Ez teljesen vegyes. A gyermekes családoknál ugye a gyermekek után járó különböző juttatások miatt ugye magasabb lehet az egyfűresű támogatás, amik miatt kieshetnek bizonyos féle támogatásokból. Ez teljesen vegyes, nem lehet így elhatáron hogy csak az idősek, vagy csak a családosok szorulnának ilyen helyzetre. Azok, akik tartósan nem tudnak elhelyezkedni, szintén adott esetben, bizonyos feltételek esetén az önök bizottságától igényehetnek támogatást, segít. Az ő számuk érzéket nőtte, vagy stagnálne? Hát nőtt, sajnos nőtt. A mi bizottságunk, tehát konkrétan a bizottságtól elég kevésféle juttatást tudnak igényelni, itt inkább a polgármesteri hivatal, a egészségügyi szociális csoportja az, amely támogatást tud nyújtani. Itt ilyen foglalkoztatás helyettesítő támogatásban is tudnak részesülni. Itt nem csak a csoportnál, de sajnos azt el kell Mondani, hogy az ő számuk, ez nőtt. Ez általában egy ilyen objektív mérőszám szokott lenni, hogy ez a támogatás ugye mennyire nő, vagy mennyire nem. Ezt el kell mondani, hogy most körülbelül 600 személynek jár ilyen támogatás, míg évekkel ezelőtt ez, ez kevesebb volt, harmada körülbelül. A járások létrejöttével és beindulásával hogyan változott az egészségügyi és szociális munka, illetve a bizottság feladata? A munka változott a bizottsági kevésbé, ugyanis a járások kialakításával az önkormányzatunktól hatósági jogköröket vontak el, és a bizottság gyakorlatilag nem vett részt hatósági munkában, nagyon minimális volt ezeknek a száma. Tehát amiket elvontak a járásról, azokat a polgármesteri hivataltól vonták el, tehát a bizottság munkáján nem igazán érződik a járási hivatalok kialakítása. Ez a bizottság azok közé tartozott, mégnek mindig nagyon sokat kellett dolgozni, szerintetek határozatot meg kell hozni, tehát ilyen téren nem lett könnyebbség az önök számára. Nem, nem, mert a hatósági jogköröket vontak el, amikben egyébként sem a bizottság döntött. Más reszortja is annak a bizottságnak, például a szociális egészségügyi rendeleteket, illetve a két szakterlethez kapcsolódóan hoznak meg döntéseket, milyen jelentősebb határozathozatalokra került sor az utóbbi időben? Már említett a járási hivatalokat, ugye a hatósági feladatok elvonása miatt módosítani kellett az önkormányzatnak a szociális ellátásairól szóló rendeletet. Ezek gyakorlatilag technikai jellegű jogszabálymódosítások voltak, amikor is az elvont feladatokat kivettük a rendeleteinkből amikor a bizottság elé kerülnek a kérelmek döntése. Mennyire kiszűrhető az napjainkban, hogy, hogy, kik az ügyeskedők, tehát mennyire, milyen tudnak vele foglalkozni, vagy pedig kiknek a segítségét kérik ilyenkor, hiszen sok embert irítál az, hogyha valakik mondjuk szép kocsival járnak a gyerekért, és mégis mondjuk étkeztetési támogatást, vagy valamilyen segít vesznek igénybe. Igen. Itt főleg a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban, ezt a központi jogalkotó és az országgyűlés alkotta jogszabályok, a törvények szabályozzák, hogy vannak közöttük ugye a kormány által alkotott kormányrendeletek is így akik ezt kihasználják, ezek ellen az önkormányzat nem igazán tud fellépni, ugyanis mi ugye helyi rendeletekkel a törvényt vagy kormányrendeletet nem módosíthatunk. A mi helyi rendeleteink, amikben szabad mozgásterünk van, azok úgy vannak meghatározva ott a jogosultsági feltételek, hogy azzal nem igazán lehet visszajelni. Igaz, hogy így szűkebb kör kaphat támogatást, viszont biztos, hogy nincs visszaélés, legalábbis nagy valószínűséggel. Néhány évvel ezelőtt a Ruszoszló önkormányzat és a környező települések önkormányzatai létrehozták a kistérségi szociális szolgáltató központot. Milyen a kapcsolat az intézménnyel kölcsönösen napra készen tájékoztatják egymást? Igen, igen, jó a kapcsolat az intézménnyel, az intézményvezető asszony, mondhatom, hogy gyakori vendég a bizottsági üléseken, igazából jó a munka a két szerv között. És gondolom, hogy időről időre minősítik az öt folyó munkát, ahogy valamikor a múlt hónapban a gyermekvédelmi feladatok kerültek a képviselőtestület, azt megelőzően a bizottság elé, tehát megfelelőnek ítéli a szakmai bizottsága munkájukat. Abszolút, eddig, eddig minden évben elfogadtuk ezeket a beszámolókat. Az egészség a másik nagy és érzékeny szakmai terület milyenek ítéli meg az egészségügy helyzetét jelenleg a az egészségügyi ellátást? Igen, ugye az utóbbi időben a változott a város egészségügyi ellátása, ugye a járóbeteg ellátó centrumunk mind kívülről, mind belülről megújult, ugye sikerült új gépeket vásárolni, tíz új szakrendelést beindítani. Ebben a tekintetben ugye bővült a városban elérhető szakrendelések száma, és így a egészségügyi helyzet is úgy gondolom, hogy javult. Viszont problémákról itt is beszélni kell, mint mindenhol, mert úgy gondolom, hogy nem lehet ezt sem elhallgatni. Bizonyos területeken orvos hiány van. Például iskola fogász Hiány van most a városban, egész konkrétan. Igaz pedig, hogy önök tavaly döntöttek arról, hogy az iskola fogorvosi státuszokat egy-egy ugye? Igen, és ö, sikerült hogy az iskola fogászati rendelőt beköltöztetni a régi épületbe, tehát a tüdősűrű épületének a, a földszintjére, és ö, ott azért kulturáltabb körülményeket sikerült teremteni, mint amelyek a bányász utcán voltak. Úgy tudom, hogy az éveién az önkormányzat abban, hogy kitart kitartam mellett, hogy a saját egészségügyi intézményét az, hogy aztán a mai módosították, miért fontos számunkra ez az intézmény. Hát azt el kell mondani, hogy a városnak így sincs ugye komoly irányítási jogköre a járóbeteg centrum felett, ugye a vezető kinevezésén túl. Viszont azt el kell mondani, hogy ennek az intézménynek városi kézben kell maradnia, mégpedig azért, mert így tudjuk azt biztosítani ezzel a minimális ráhatással, hogy a hajdúszoboszlói emberek érdekét szolgálja. Ugyanis ha elkerül innen, akkor semmi nem akadályozza meg a, akár a megyei intézményeket vagy kórházakat, hogy a most frissen felújított intézménybe frissen vásárolt gépeket mondjuk elvigyék magukhoz, mert a... A kórházból, klinikáról érkező orvosok mondhatni, tátott szájánézték nézték az új gépeinket, és, és bizony mondták, hogy náluk sincsenek ilyenek. Önkormányzati képviselőként a jobbik Magyarországért színeiben jutott mandátumhoz hogyan alakítják ki álláspontjukat, véleményüket az önkormányzati munkáról, tehát a döntéseinél, a szavazatainál ön hogyan veszi ezeket figyelembe? amikor a választások után hogy a mandátumot nyertem, akkor ugye ebben a stúdióban egy valami hasonlót kérdezett tőlem, akkor amit mondtam, azt most is fenntartom, hogy a Jobbik, mind országos, mind pedig helyben mi, azt támogatjuk, ami a helyi emberek és a városnak az érdeke. Ez egy nagyon egyszerű politikai elv, mihez igyekszünk tartani magunkat. A mindennapi döntések során, meg a képviselőtestületű üléseken is igyekszem úgy mérlegelni, hogy ami a város érdeke, azt támogatom, független az előterjesztőtől, ami pedig nem a város érdeke, azt pedig nem támogatom. Fiatal uh, hagyószoboszló önkormányzati képviselőként van -e olyan veszőparipája, amit, uh, amit szeretne még akár ebben a ciklusban elérni, hogy valóra váljon a városunkban? Uh, több ilyen is van. Uh, vannak olyanok, amelyek ilyen elméleti vagy inkább ilyen lélektani fontosságúak, és vannak olyanok, amelyek viszont akár keményen húsba vágó kérdések is. Ezek a lélektani vagy lelki dolgok közül a trianon megemlékezést azt már sikerült elérnünk, emellett még szeretnék. Ehhez kapcsolódóan, ha a Trianon emléknapnak lenne emlékműve is a városban, vagy akár volt a háború előtt országzászló hajúzó akár ennek a visszaállításával. A másik oldalról pedig, amit a programunkban is meghirdettünk 2010 őszén, nyarán, az pedig az, hogy a várost nem csak turisztikai szempontból kell és érdemes fejleszteni, hanem olyan fejlesztéseket és beruházásokat is igyekezni kell a városba hozni, amelyek nem turisztikai jellegűek, de azért összeegyeztethetők. Tehát nem, nem füstölgő gyárakat képzelek el a város határában, de úgy érzem, hogy ez a munkahelyteremtés szempontjából is, és a város jövője szempontjából is fontos. Mm, igen, ezzel nagyon sokan egyetértenek, meg a városban. Gondolom, tehát nem tudom, hogyan szavaz, amikor a város fejlesztési irányairól van szó, egyetérte, tehát támogatja ezeket a fejlesztési irányokat, amik tapasztalatók városunkban jelenleg. Alapvetően igen, támogatom. És nem tartom rossznak ezt a fejlesztési irányt, viszont, mint az előbb is utaltam rá, ezt, ezt még ki lehetne egészíteni más jellegű támogatásokkal. Ugye a turizmus nyilván fejleszteni kell, mert ez egy olyan játék, hogy amiben aki lemarad, az kimarad. Tehát ezzel tisztában vagyok, hogy ezt nem, nem lehet megállni a turizmus fejlesztésével, viszont emellett időt és valahogyan pénzt is kellene majd fordítanunk de nem turisztikai jellegű fejlesztésekre is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nagyon jó munkát kívánunk az Köszönöm éppen. a meghívást, és köszönöm szépen.